Református templom, szabadságtörekvések emléktemploma, kulturális örökség, történelmi emlékhely. Isaszeg az 1849. április 6-ai csata színhelye, ahol elevenen él a szabadságharc emléke. 1949-ben a csata 100 éves évfordulójára a Kossuth Lajos úti legmagasabb domtetőn, melyen valamikor egy csőzház állt, épült fel a református templom közadakozásból. A honvéd vezérkar ezt a helyet jelölte ki csatanyitó álláshelynek 24 ágyúval. Szemben a Paphegyen az osztrák lovasság ütegei álltak, Visocki József és lengyel légiói a tüzérekkel visszaverték az osztrákok támadásait, sok ágyút zsákmányolva. A honvéd vezérkar ide tette át székhelyét, ide érkezett Kossuth Lajos is. A templom építésének vágya az 1910-es évek óta munkált a kisközösség tagjai körében, ám az e célra adakozott pénz négyszer vált az infláció martalékává. 1948. november 28-án sor került a templom alapkőletételére, a harangszentelésre és a lelkész beiktatásra. Az esemény szép emlékeként maradt ránk a fogadástétel, az isaszegi református emléktemplom alapkőletétele alkalmával nyilatkozott. Alulírottak az isaszegi református egyház presbiterei, Isten előtti hálával teszünk bizonyságot arról, hogy sok-sok imádságunk meghallgatásaképpen Isten megadta számunkra, hogy az isaszegi véráztatta csatamezőn lehelyezhetjük templomunk alapkövét. Hosszú és nehéz munka eredményeként 1949. szeptember 18-án megtörtént a templom várva várt felszentelése. A nagyobbik harang felirata: hirdessétek a szabadságot a földön, annak minden lakójának. Az isaszegi református egyházközség lelkipásztorai a 60-as évektől. Szikszai János, Majsai Tamás, Bajusz Árpád. Én tiszta szívből kívánom a képviselőtestület az egész város nevében, hogy azt a munkát, amit eddig is kifejtettél mind a felekezett tagjai és mind a város irányában, azt mondjuk nagyon-nagyon sokáig tud, mert az a munka, amit te nézel, szpótoltatlan, ehhez kívánok neked előtt egészséget, és még egyszer gazdálkod énhoz. Köszönöm. Gergely Szabolcs. Az épület nem számít különleges műemléknek, de a település életében fontos jelképpé vált. A templom falába beépültek az Ákosnyire középkori falu, az ezer éves kert területén felszínre került faragott kövek, alapzati munkáinál emberi csontvázak, ágyúgolyók, fegyverek. Kiemelkedő jelképe e hely a lengyel-magyar barátságnak is. A templom homlokzatán a csatában életüket vesztett hősöknek készítetett emléktáblát a hálás lakosság 1972-ben. Az emléktábla hirdeti a lengyel légió helytállását, akik 9 magyar tűzérség álláshelyét védelmezték. Különösképpen Isaszegen, ahol a győztes tavaszi hadjárat egyik állomásaként belekerülhettünk a történelembe. Hogyan kerülhettünk bele a történelembe? Úgyhogy két emléktábla jelzi és fém jelzi számunkra a lengyel néppel, nemzettel való kapcsolatunknak a szeretett teljes együttlétét, amelynek az egyik táblája ugye itt van a mi református templomunknak a falán, a másik pedig az önkormányzatnak, az önkormányzati hivatalnak az épületén. Miért kerültek oda ezek az emléktáblák? Azért, mert valami baráti szövetség
kapcsolt egybe bennünket, ami lengyel sors testvéreinkkel össze, amelyet annak idején a múzeum barátoknak a köre szorgalmazott, hogy 40 évvel ezelőtt, 1972-ben ezeknek az emléktábláknak ugye helyet találjon és helyet szerezzen. Jelenleg már közel 1000 református él a városban, így a második legnépesebb gyülekezet, mely a város kulturális életében jelentős szerepet tölt be.